Mi a különbség a tanítás, oktatás és a kioktatás között? Illetve hogyan lehet felismerni, hogy mikor melyiket kapjuk? Vagy csináljuk. Az oktatás az egy metódus átadása. Konkrét lépéseket átadunk, és akkor azt a másik ember utána meg tudja csinálni. Illetve valamilyen konkrét tudást adunk át, valamilyen metodika alapján, és onnantól kezdve az a tudás készségszintre emelhető. Tehát ahhoz, hogy például megértse egy gyerek a két ismeretlens egyenletnek a megoldási képletét, és meg is értse, és el is tudja végezni, ennek van egy metodikája, hogy föl kell építeni ahhoz, hogy minél jobban megérthető legyen. Ez oktatás. Onnantól kezdve a két ismeretlens egyenleteket meg fogja tudni oldani. Nem fogja tudni megoldani a három ismeretlenest, és nem tudja megoldani az egyéb bonyolult dolgokat, integrál számítás, meg egyéb dolgokat. Tehát a matematikát nem fogja érteni, hanem egy részét, egy olyan részét, amivel egy konkrét feladatot el tud végezni. Oktatás lehet az, hogy megtanítunk valakit autót vezetni. És onnantól kezdve fogja tudni az autóvezetésnek az alapjait, és amint gyakorol, az fogja tudni vezetni, amit nem gyakorol, azt annyira készségszinten nem, de akár már, ha hasonló a rendszer, akkor akár azt is tudja vezetni. Ha meg oktatjuk az autóvezetésre egy automata autón, akkor nem fogja tudni vezetni a manuális sebességváltói autót. Ez az oktatás. A tanítás az mindig vezetés. Az oktató soha nem csinálja azt, amit oktat, az oktató elmagyarázza, metodika alapján felépíti a amit meg kell tanulni. A tanító az viszont mindig példát mutat, tehát ő is csinálja a megfelelő módon, tehát vezeti a másik embert, és nem konkrétumokra tanítja, hanem gondolkodásra tanítja. Tehát a gondolkodás az mindig benne van. Innen lehet felismerni, hogy szabad gondolkodás elve fellelhető a folyamatban. Egy oktatásban nincs szabad gondolkodás. Az oktatásban konkrét és pontos követés és visszaadás kell teljesüljön a tanuló által. A tanításban nem kell pontos visszaadás, hanem felismerhető visszaadás kell, és egyéni utak megengedhetőek benne, sőt, kívánatosak. Ebben az esetben, ha sikerül visszaadni valamilyen formáját a tanított anyagnak, és annak van egyéni megjelenése, ez teljesen megfelelő, sőt, kívánatos. Ez a tanítónak a dolga, hogy így tanítsa a tanulót. Tehát egyéni utat is lehet tanítani. Amit megtanult az ember, viszont onnantól kezdve saját maga képes kidolgozni különböző konkrétumokra, hiszen érti azt, amit megtanítottak neki. Nem tudja, hanem érti. Ahhoz, hogy megértse, ahhoz egy-egy konkrétumon át fog menni, de annak a konkrétumoknak a metodusát nem metódus alapján kapja meg a konkrétumot, hanem a konkrétum alapján megérti a metódust. Ezért bármit felépíthet. És ehhez a tanítónak nem oktatni kell, hanem vezetni kell. A kioktatás az teljesen más, mindehhez semmi köze. A kioktatás az semmi, az rendszabályozás, számonkérés, lebaszás, bármi szinonimája lehet. Tehát a kioktatás az egy ismert anyagnak a ismételgetése. Tehát nem új információt közlök veled, ha kioktatlak, mert nem célom, hogy megtanulj valamit, hanem elvárásom, hogy neked már tudnod kell, ezért én elismétlem
elvárás szerint beleágyazva a kezdeti elégedetlenségemet. Ez a kioktatás. Az öreg néni kioktatja a gyereket a buszon, hogy át kell adni a helyet. Van egy elvárás, amit már úgy vár el az öreg néni, hogy az a gyerek azt meg kell, hogy ismerje. És ezért elmondja neki, hogy az idősebbek azok gyengébbek, ezért át kell neki adnod a helyedet. Ez a kioktatás. A gyerek meg elmondja, hogy az időseknek a helye a temetőben van, és maradjanak is ott, nem kell átadni nekünk a helyüket. A busz meg a miénk. Mind a kettő kioktatás. Van a tréning, ha már erről beszélünk. A tréning az meg egyszerű metódus ismételgetése. Tehát a készségszintre való felfejlesztése. Nem feltétlen csak egy tudásanyagnak a elsajátításáról, illetve készségszintre emeléséről van szó, hanem valamilyen állapotnak a létrehozásáról, fenntartásáról is szó lehet. Tehát például egy testi edzettségnek a tréningje az elindulhat onnan, hogy nincs meg az edzettség. Egy folyamatot ismételgetünk, és abból meg lesz az edzettség. Tehát nem olyat tanul meg az ember, ami egy valamilyen tudás, hanem egy állapotváltozás jön létre ez alapján. A tréning párosulhat a oktatással, például megtanítom azt, hogy hogyan kell a gyakorlatot végrehajtani, tehát átadok egy pontos metódust, hogy hogy kell kinézzen az edzés, mire kell figyelni, és vissza lehet ellenőrizni, hogy ez már pontos, akkor most már csak ismételgetni kell, és már nem oktatjuk, mert már tudja, hanem tréningezzük, tehát ismételgetjük. Ezek a különbségek abban, hogy egy tréningről van szó, tehát ha elmegyek egy tréningre, ott elvárás az, hogy egy gyakorlatot ismételgetünk, és ezáltal a készségszintünk fejlődik. A tréning tartalmazhat oktatást, hiszen magát a gyakorlatot meg kell tanítani, ezért egy oktatás rész van, aztán a tréningezési szakasz. A tanítás tartalmazhat oktatást, tréninget és vezetést. Tehát a tanítás a magas szintű. A legmagasabb szint akkor ezek szerint a tanítás. Igen.